Megszólalt a svéd külügyminiszter a Korán égetés ügyében. A holland fiatal felnőttek negyede kételkedik a holokauszt igazságában. Egy NASA űrhajós szerint a Biblia és a tudomány nincsen egymásra a konfliktusban. A Hitrádió hitéleti híreivel Longauer Andrást hallják. Többek között Törökország ellen tüntettek Svédországban, a svéd-dán állampolgár Rasmus Paludan, a Stram Kurs, azaz Kemény Vonal nevű dán szélsőjobboldali párt vezetője pedig egy koránt is elégetett a török nagykövetség közelében. A NATO csatlakozás ellen is rendezett tüntetésen megtartott korán égetés tovább mélyítette a két ország közötti feszültséget, miközben Svédországnak szüksége van a török jóváhagyásra a NATO csatlakozáshoz. A lehető leghatározottabban elítéljük a szent könyvünk elleni aljas támadást. Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a szólásszabadság jegyében lehetővé tették ezt az iszlám ellenes támadást, amely muszlimokat vesz célba és sérti a szent értékeinket. Reagált a török külügyminisztérium azután, hogy a török nagykövetség közelében erős rendőri biztosítás mellett Paludan elégette a Korán egyik példányát. Ha valaki szerint nem kell a szólásszabadság, máshol kell élni, mondta szónoklatában a gyakorlott korán égető radikális jobboldali iszlám és bevándorlás ellenes dán-svéd aktivista. A rendőrség ugyanakkor pénteken úgy ítélte meg, hogy a svéd alkotmány, valamint a szólás és gyülekezési szabadság nem teszi lehetővé a tüntetésnek a közrend nevében történő betiltását. Svédországban messze menően tiszteletbe tartjuk a szólásszabadságot, de ez nem azt jelenti, hogy a svéd kormány vagy én magam osztanám a tüntetésen kinyilvánított nézeteket, írt a Twitter üzenetében Tobias Billström, svéd külügyminiszter. Az 1980 után született hollandok majdnem negyede szerint a holokauszt mítosz, vagy azt feltételezik, hogy a II. Világháborúban meggyilkolt zsidók száma erősen eltúlzott. A Claims Conference tanulmánya azt mutatja, hogy az 1980 után született generációk több mint egyharmada feltűnően keveset tud a zsidó üldözésről vagy a II. Világháború népirtásáról. Mindössze 59%-uk tudja, hogy a nácik 6 millió zsidót öltek meg a világháború alatt, mintegy 37%-uk úgy gondolja, hogy ez erősen eltúlzott, és úgy véli, hogy ez a szám nem lehet magasabb 2 milliónál. A hollandok többsége nem tekinti Hollandiát olyan régiónak, ahol a holokauszt megtörtént, annak ellenére, hogy a deportált zsidók száma az országban volt az egyik legmagasabb Európában. Bár Anne Frank nevét szinte mindenki ismeri, a felmérésben résztvevő hollandok 27%-a nem tudja, hogy Anne Frank koncentrációs táborban halt meg. A Claims Conference mintegy 2000 hollandot kérdezett meg decemberben, és ugyanezt a kutatást végezte az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Ausztriában és Kanadában is. Franciaországban a kutatók megállapították, hogy a franciák többsége, 57%-a nem tudja, hány zsidót öltek meg a holokauszt során. A milleniálok körében ez a szám jóval magasabb, 69%, és egy csoport 20%-a szerint az antiszemita nézetek elfogadhatóak. A megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy a holokauszthoz hasonló népirtás ismét megtörténhet Európában. Ausztriában a felmérésben résztvevők 56%-a jelezte, hogy nem tudta, hogy a holokauszt során 6 millió zsidót öltek meg. A legfiatalabb generáció körében ez az arány még magasabb, 58%. A válaszadók negyede úgy véli, hogy a népirtás során kevesebb, mint 1 millió zsidó halt meg, a fiatalabbak körében ez az arány közel egyharmad. Az osztrákok mintegy 36%-a, a milleniálok és a Z-generáció 42%-a pedig úgy véli, hogy a holokauszt áldozatainak száma legfeljebb 2 millió. A felmérés eredményei aggodalomra adnak okot a zsidó szervezetek és a holokauszt túlélők részéről. Fel vagyok háborodva és mélyen aggódom, mondta a holland Max Arpels-Lezer, aki gyerekként túlélte a holokausztot. Aggódik amiatt, hogy sok holland polgártársa nem ismeri a nemzet történelmét.
Oktatás nélkül a jövő generációi nem fogják megérteni a holokauszt hatásait, fogalmazott. Case Ribbons, a holland háborús, holokauszt és népirtás kutató intézet vezető kutatója egyenesen sokkolónak nevezte a kutatási eredményeket. Aggódik amiatt is, hogy egy kis csoport úgy véli, hogy Anne Frank naplója hamisítvány, és hogy egyesek úgy gondolják, hogy a holokauszt megismétlődhet. Ezt alaposan meg kell fontolnunk, milyen mértékben nyitottak a holokauszt tagadók az oktatásból és a múzeumokból származó információkra. Tagadásuk vajon tudatlanságból, érdektelenségből vagy történelmi tények szándékos tagadásából és elferdítéséből fakad? Tette fel a kérdéseket. Az Anne Frank Egyesület a holokausztról szóló jobb oktatást támogatná. Nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalok már az iskolában megtanulják, mi volt a holokauszt. Ehhez a tanárok felhasználhatják Anne Frank történetét. Megmutatja, hogyan lökdösték félre a demokráciát és a jogállamiságot, hogyan zárták ki az embereket a társadalomból, hogyan deportálták és gyilkolták meg őket, mondták. A kutatásból az is kiderült, hogy a hollandok többsége támogatja a holokausztról szóló több oktatást. A megkérdezettek háromnegyede jelezte, hogy fontos, hogy a holokausztról szóló tanórákat továbbra is megtartsák. A francia válaszadók 82%-a az oktatást az antiszemitizmus elleni küzdelem kulcsfontosságú elemének tartja. A NASA egyik űrhajósa szerint a tudomány és a Biblia összhangban van egymással, nem pedig ellentétben. Jeffrey Williams űrhajós 2000 és 2016 között 4 űrmisszióban vett részt, első alkalommal az Atlantis űrsiklóval, majd az orosz Soyuz rakétával látogatta meg a nemzetközi űrállomást. Jelenleg a második helyen áll a legtöbb időt az űrben töltött asztronauták között, összesítve 534 napot volt a Földön kívül. Williams csütörtökön a Washingtoni Biblia Múzeum új kiállításának a Szentírás és Tudomány című tárlat megnyitóján beszélt, Helyünk a világban címmel. A kiállítás, amely 2024. januárjáig tart, a tudomány és a vallás kapcsolatát vizsgálja. Állandóan megkapom a kérdést, hogyan lehetek egyszerre hívő és szakmabeli olyan munkakörben, mint az enyém, magyarázta Williams. Williams 2010-ben egy keresztény témájú könyvet adott ki, amely az űrben készített képeket is tartalmazza. A címe The Work of His Hands, azaz az ő kezeinek munkája volt. Elismerte, hogy létezik egy közfelfogás, miszerint a tudomány és a Biblia teljes mértékben ellentétben áll egymással. Pályafutásom elején még a 90-es években sok időt töltöttem a téma tanulmányozásával. A modern tudomány, ahogy mi ismerjük, valójában abból a meggyőződésből fakad, hogy a Biblia igaz és hogy Isten a Teremtő abban a formában, amelyben kinyilatkoztatta magát a Szentírásban, mondta Williams, és kiemelte, hogy a matematikában, fizikában, kémiában és a zenében lévő tökéletes rendezettség nagy hatással volt rá. Isten képmására formálva megkaptuk azt a képességet, sőt, tulajdonképpen azt a megbízást, hogy uraljuk a teremtett földet, ahogy azt az első Mózes első fejezete tartalmazza, mondta. Ez az az üzenet, amely formálta az értelmemet és a világnézetemet, és igazából alátámasztotta mindazt, amiről úgy hiszem, hogy az Úr elhívása az életemben, űrhajósként, fogalmazott. A legkorábbi tudósokat, jegyezte meg Jeffrey, a hitük vezérelte. Megemlítette Johannes Keplert, Isaac Newtont, Michael Faradayt, James Clerk Maxwellt is, mint keresztény gondolkodókat. Ők elsősorban teológusok voltak, és a hitük vezérelte őket, mondta. Ám később ők lettek azok a személyek, akik megteremtették a modern tudomány alapjait, fogalmazott. Williams elmondta, hogy gyakran kérdezik tőle, hogy az űrutazás megváltoztatta-e Istennel való kapcsolatát. Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem, válaszolta erre a kérdésre. Az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus közbenjárása miatt bontakozhatott ki, ahogyan azt a Biblia kinyilatkoztatta, mondta Williams. Mégis az űrutazás miatt olyan mélységeit érthette meg a Szentírásnak, amelyeket azelőtt nem ismert. Istent, mint a világ teremtőjét és a világegyetemet, mint Isten alkotását teljesen új perspektívából látja az űrutazás következtében. Csodálatos élmény volt elhagyni bolygónkat és aztán visszatekinteni univerzumunk azon részére, amit otthonunknak nevezünk, és amely egyedülálló módon rendelkezik az élethez szükséges forrásokkal, mesélte.
Hamarosan a tenyerünkkel is fizethetünk a boltokban egy véna azonosításán alapuló biometrikus fizetési rendszerrel. A világ minden táján gyorsítaná a digitális tranzakciós folyamatokat az Ingenico és a Fulcrum Biometrics. A cég új struktúrája szerint a tenyerünket egy infravörös szkennelő felett mozgatva hitelesíthetjük a fizetési szándékunkat, ezzel kikerülve a bankkártya, illetve a PIN kód használatát. A Fujitsu érzékelője és szoftvere által kapott kép titkosítva kapcsolódik a vásárló kártyájához a felhőben. Ez az új technológia biztonságosabb, mint az arcfelismerés vagy az új lenyomat felismerő rendszerek. Az innováció további lehetőségeket kínálhat az egyéb megbízható védelemre igényt tartó szervezetek számára. A hollandiai református biblia társulat közel 10 000 új szövetséget nyomtatott ki ukrán nyelven. A különleges bibliák álcázott borítóval rendelkeznek, erről számoltak be a helyi lapok, a biblia társulat sajtóközleménye alapján. A könyveket egy Kijevtől nem messze működő gyülekezet lelkésze osztotta szét. A katonák sokkal nyitottabbak a spirituális kérdésekre, mint korábban, mondta egy forrás a biblia társulatnak. A lövészárokban nincsenek ateisták, fogalmazott. A harcoló emberek folyamatosan szembesülnek a halállal, ezért most nyitottak a spirituális kérdésekre. Amikor a háború véget ér, a katonákat már nem érdekli. Most van egy egyedülálló lehetőség arra, hogy Bibliát adjunk nekik. Meg kell ismerniük az üdvösséghez vezető utat, szükségük van arra a támogatásra és vigaszra, amit a Biblia nyújthat, fogalmazott. A lelkész mellett mások is aktívan részt vesznek a Biblia terjesztésében. Egy 10 éves fiú a háború kezdete óta osztogatja az új szövetséget a katonák között, állítja a Biblia társulat helyi fiókja. Arra bátorítja a katonákat, hogy higgyenek Istenben és imádkozzanak. Ő maga is ezt teszi minden nap, a katonák nagyon nagyra értékelik őt. Édesapját, aki keresztény volt, orosz katonák ölték meg, a holttestét pedig elégették. Most ez a fiú bátyjával és édesanyjával él együtt, ez a brutális gyilkosság azonban nem változtatta meg a fiú rendíthetetlen hitét, mesélték. Korábban a Norvég Biblia Társulat egy új ukrán nyelvű bibliafordítást mutatott be, a szervezet észrevette, hogy a háború sújtotta országban megnőtt az igény Isten igéjére, számolt be a CNN News tavaly áprilisban. Az Európai Unió külügyi vezetője hétfőn kijelentette, hogy az EU nem sorolhatja a terrorista szervezetek közé az iráni forradalmi gárdát, amíg egy bíróság nem állapítja meg, hogy az. Erről számolt be a Neukon. Az EU külügyminiszterei 37 nevet fognak felvenni az emberi jogok iráni megsértése miatt szankciókkal sújtott személyek és szervezetek listájára, közölte két európai diplomata a múlt héten a Reuters hírügynökséggel. Az Európai Parlament ezután felszólította az EU-t, hogy a forradalmi gárdát terrorista szervezetként sorolja fel. A Reuters jelentése szerint a csoportot okolják a belföldi tüntetések elnyomásáért, valamint a drónok Oroszországba történő szállításáért. Ez olyasmi, amiről nem lehet bíróság vagy bírósági döntés nélkül dönteni. Nem lehet azt mondani, hogy terroristának tartalak, mert nem szeretlek, mondta Josep Borrell újságíróknak, amikor megérkezett a külügyminiszterek brüsszeli találkozójára. Hozzátette azt is, hogy egy uniós tagállam bíróságának konkrét jogi elítélést kell kiadnia, mielőtt maga az EU léphetne. Az Európai Parlament képviselői szerdán megszavazták, hogy a gárdát felveszik a 27 országot tömörítő blokk terrorista listájára, tekintettel terrorista tevékenységére, a tüntetők elnyomására és arra, hogy drónokat szállít Oroszországnak. Rejtélyes tenyér lenyomatot találtak a jeruzsálemi várárokban. A középkorban kőbe vésett tenyér nyomot a Jeruzsálem körüli száraz várárok feltárásakor találták meg az izraeli régészek. Erről számolt be a Hetek. A rejtélyes tenyér nyomot a vízzel soha fel nem töltött egykori várárok falán találták meg, amely az 1099-es keresztes hódítás előtti muszlim időkben Jeruzsálem várfalait kívülről biztosította. A várfal melletti utcában éppen útfelújítás zajlik, a munkálatok során találtak rá a régi korok építészeti nyomaira, ezért hívták a régészeket, akik a 10. században már fennálló, de talán már korábban épített száraz árok maradványait tárták fel.
A várost egykor körülvevő árkot védelmi céllal építették, hogy megfékezze a lovakon és ostromgépezettel érkező középkori hódítókat. A korabeli feljegyzések szerint a keresztes lovagok az ostrom kezdete előtt feltöltötték ezt az árkot, hogy közelebb jussanak a falakhoz. Nem tudjuk, hogy a kézlenyomatot vandalizmusból csínytevésként faragták-e a kőbe, vagy jelképez valamit és valójában valamilyen irányba mutat, mondták a kutatók az árok mélyén talált rejtélyes vésetről.